Újra itt vagyunk, tehát péntek van, a hét utolsó napja, október 15-e. Elérkeztünk a hónap feléhez, mint hogy beszéltünk. Így van, te mit csinálsz a hétvégén? Én kérlek szépen pihenek, és főzök, és pihenek, és pihenek. Ezt tervezem, aztán úgysem ez lesz belőle. Úgysem ez lesz belőle, igen, ez így szokott lenni. Te mit csinálsz a hétvégén? Pihenek és túrázom. És hogy te mit csinálsz a hétvégén, azt majd mindjárt megbeszéljük. Viszont gyorsan elmondjuk, hogy mire számíthatnak ebben a fél órában a kedves nézőink, vagyis önök. Fogalmuk sincs, hogy mire számíthatnak. Kautsky Armand van már velünk itt a stúdióban. Rá mindenképpen, és egyébként elmegyünk majd egy lányvásárba is, és a kéményseprés fontosságáról is fogunk beszélgetni. Na akkor veszünk el gyorsan, és kellemes délelőtöt neked, Armand, de jó, hogy jó reggel. Ebben a bizonyos mandragóra főzetben, illetve ennek a világában. Hogyha azt említjük, hogy Machiavelli, akkor mindenkinek a fejedelem jut eszébe. A mandragórát azt később kezdte el írni, és a saját korábbi munkásságának a kifigurázása is benne van. Egy jellemkomikumról beszélünk, és akkor mi a helyzet ezzel a bizonyos házassággal? Azért itt egy mondatban sikerült mindent elmondani Machiavelliről. Hát ez egy azért egy nagyon különleges vígjáték, a 15.-16. század elején íródott, valóban Machiavelli tollából, mert addig mindig a múltban nyúltak vissza. Mindig ilyen ókori, meg félistenek, meg istenek voltak a tárgyai a színdaraboknak, és egyszer csak a Machiavellinek eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha azokról az emberekről írna, akik ott élnek a városban, Firenzében. És ez egy robbanásszerű dolog volt így a színház történetben, hogy az emberek megálltak a piactéren, és akkor egyszer csak önmagukat látták. Nem isteneket, nem tudom miket a múltból, hanem meg hősöket, görög vagy római hősöket, hanem önmagát látta a bankár, vagy a kicsapó feleség, vagy a szűzi lány, vagy a pap, a korrupt pap, tehát hogy ezeket a mindennapos figurákat. Ez egy forradalom volt a színház történetben, onnantól kezdtek írni, már ugye Molière is már lehetne sorolni, Boccaccio, ezeket a mai figurákat. Tehát ez egy forradalmi színdarab, de engem nem is ez érdekelt igazából, hanem ennek a vígjátéka, ennek a korrajza, a görbetükre, ez nagyon, nagyon izgalmas. Valamelyik szerepkörben te amúgy felfedezted saját magad? Hát ebben nem nagyon tudtam volna magamnak osztani szerepet, hála Istennek nem is kellett, hanem én ezt most rendeztem, terelgettem a kollégákat. Hát de azért mégiscsak, hát így látsz bele a legjobban, ugye az összes kis apró részletbe, azért kérdeztem. Arcszintér előadásáról van szó, és akkor most csináltál már ilyet, de ez egy újabb ilyen szeletkéje a pályádnak, hogy ha bár színész vagy, de akkor most te vagy az, aki ott ül a sötét nézőtéren, az ötödik sorban, középen, és megmondja, jobb középbe, középen elmondod, bal hátul ki. Így van. Nem is ez a legnehezebb, mert ez egyrészt adja magát, meg nagyon rutinosak a kollégák, és nagyon, együtt nagyon jó volt dolgozni. Egy rendezőnek a legeslegelső munkája, amit a darab előkészületben elkezd gondolkozni, hogy milyen stílusban játsza. Ugye ennek a meghatározása a legfontosabb, hogy ezt az űrben tesz-e, a holdra tesz-e, vagy a mai napban játszódik, és mindenki farmerben van, és öltönyben, és akkor a mára vonatkozhatom, vagy visszarakom a múltba, abba a valódi korába. Tehát ez az én döntésem volt, hogy mit döntök, és akkor annak ugye következményei vannak játékstílusilag is. Amivel egyébként komoly bajban vagyunk mostanság, mert kifakult a színházi életünk, ellaposodott, már nem ismerjük azokat a szélsőséges stílus irányzatokat. Talán a televíziónak is köszönhetjük, hogy mindent olyan természetesen, olyan naturálisan, olyan tévésen játszunk általában színházban, és elvesztek azok a színek, például egy Commedia dell'arte, aminek megvoltak a maga törvényszerűségei, hogy hogyan kell stilálisan játszani. Például ekkora gesztusokkal, nagy maszkokkal, stb. Ezt ma elkezdünk így játszani, azt mondja a néző, hogy mit csinál, miért ágál, miért csinálja ezt. Meg a színész sem tudja, én magam sem tudnám, hogyha játszanék a darabban, hogy kell ilyet játszani, hogy ízlésesek is maradjunk, elfogadjon a mai közönség, de korhűek is legyünk, mert a darab szövegéből meg fakad egyfajta szélsőséges játékstílus. Erre mondják manapság, hogyha valaki ilyen nagy mozdulatokat csinál, hogy ripacs, és persze van, amikor ez kell és belefér és kell csinálni, de nagyon sokat változott nyilván az elmúlt 10-15 évben is a színjátszás. Én például nem tudom, pár évvel ezelőtt belefutottam, még nem is tudom, második vagy harmadik Richardba, ahol egyébként az egyik szereplő légtalpas cipőben és akármilyen divatos sportszerkókban jött be. Te ezt a bizonyos mandragórát visszahelyezted az eredeti közegbe, és akkor budgyos nadrág és szép fejfedők és tollak, vagy inkább a mában játszódik? Abszolút visszahelyeztem, hiszen a történetnek a bugyutasága, már bocsánat, az akkori embereknek a bugyutasága, hogy az orra előtt csalja meg, hát ugye erről
ez a, ő maga intézi el, hogy valaki följöjjön a feleségéhez. Ez ma ezért, ez furcsa lenne, ha ez öltönybe lenne. Ehhez azért kell annak a kornak a naivitása. De hogy azért nem maradjunk a 20. század vagy a 21. század nélkül, válogattam olyan zenéket, amik a 20. századra jellemző dél-olasz slágerek mindenki által ismert. Azurro! Hát az Ószó Lemio például, vagy a Just a Gigolo, amik hát ilyen nagyon olasz, nagyon, nagyon hangulatos zenék. Ehhez írtunk korabeli és a darabhoz stimmelő szövegeket, úgyhogy kiváló énekelő kollégák tudnak benne parádézni. Ha már szövegek, akkor lehet-e feléd esetleg egy kérésem, kérdésem, ha már szövegekről beszélgetünk. Szerintem most a mindegyik hölgynézőnknek a kedvére teszek, és nekem is nagy örömet szereznél vele, ha megteszed, hogy belenézel a szemembe, és azt az egyetlen egy legendás mondatot elmondod így nekem. Ez azért nagyon érdekes természetesen, mert amikor ezt mondtam valamikor 20 évvel ezelőtt, a fene se gondolta, hogy ebből ilyen kulti lesz, de hát ugyanez lett. A James Bond vagy bármelyik, na de hát Bébit senki nem ültetheti a sarokba. És libabőrös is lettem. Na, egy héttel ezelőtt pont pénteken történt, hogy ennélkül kamerákon keresztül megkérette a kezét, ez pedig ugye nem igaz volt. Köszönjük szépen. Armand, legközelebb találkozunk, és arról is fogunk majd beszélni, hogy akkor te milyen darabban fogsz majd legközelebb. Örömmel. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kellemes további szép napot. Köszönöm. Köszönöm.